Sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt legyünk egy újabb videóban. A videó elején szeretném megköszönni a csatorna tagoknak, hogy támogatják a csatornát, illetve a csatorna működését. Tényleg nagyon sokat segítetek nekem azzal, hogy folyamatosan támogatjátok a munkásságom, mint donétek, mint pedig csatorna tagság formájában. Övezzétek ki az előnyeit, és nagyon szépen köszönöm a támogatást. Most már annyian vagyunk, hogy igazából ugye a videó elején beolvasni a neveteket, illetve kiírni a neveteket is már egy kicsit necces, és hogyha nem haragszatok meg, akkor a neveteket nem fogom beolvasni egyenként, viszont igyekszem így a képernyőre ide vágni nektek, hogy kiférjen amennyire. Tudom, hogy tényleg baromira hálás vagyok, srácok vagyok nektek, hogy ennyien támogattok, illetve hogyha esetleg gondolkodtok azon, hogy szeretnétek csatornatagságot vásárolni, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, akár 200 forintért is tudtok csatornatagok lenni, ilyenkor kaptok Discordon is egy külön rangot, hogyha hozzá van társítva a Discordotok a YouTube-bal, úgyhogy srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, folytassuk is a videót, még egyszer nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, mindenkinek a támogatásokat. Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb Once Human-es videóban, ugye megszakhattátok, hogy nagyon sok videót gyártok Once Human-nel kapcsolatban, tutoriálok, guide videók, stb. Ez egy kicsit más jellegű videó lenne, és gondolkodtam egyébként már egy ideje, hogy megcsináljam-e, de úgy gondolom, hogy ez így korrekt, és nem mindig csak a pozitívat kell elmondani a játékról, nem mindig csak a jó dolgokat kell elmondani a játékról. Ugye észrevettétek, hogy az elmúlt pár streamben, amikor kijött az 1.1-es patch, illetőlegesen bejött ez a láda nyitás a játékba, elég negatívan álltam a játékhoz, és többször is ugye hangoztattam a negatív véleményemet, illetve nézőkkel is beszélgettem, akik szintén úgy eléggé negatívan álltak az új frissítéssel, illetve a láda nyitással kapcsolatban, úgyhogy a mai videó az igazából arról fog szólni, mint a címből is látjátok, hogy elindult-e a játék egy rossz irányba. Természetesen ez az én véleményem, nyugodtan írjátok le a komment szekcióban a megszokott módon, hogy egyetértetek-e velem, nem értetek egyet velem, természetesen kultúrát módon, tehát továbbra is, hogyha valaki alpári vagy ilyesmi stílusban nyilvánul meg komment szekcióban, azt természetesen törölni fogom. Mindenki elmondhatja a véleményét kultúrát formában, ez nagyon fontos. Illetve az is nagyon fontos, hogy én nem fogom abbahagyni a játékot, illetve ez a videó nem arról szól, hogy jaj, most én kilépek, abbahagyom, mert hogy jaj, mi ez a frissítés, de azt viszont fontosnak tartom, hogy igenis beszéljünk arról is, hogyha a játékban olyan tartalom érkezik be, vagy olyan hibák vannak, amikről egyszerűen muszáj beszélni, mert a játékosok nagyon gyakran tapasztalják, és nagyon sokan ott is hagyhatják emiatt a játékot. Szóval akkor vágjunk is bele, ki fogunk először térni az állat szelidítés részére a játéknak. Nos, hogy nekem miért negatív tapasztalataim vannak, és miért vannak rossz tapasztalataim ezzel. Szerencsére egyébként ezt már javították, de akkor térjünk is át erre. Ugye az állat szelidítés, mint olyan bejött a játékban, tehát te be tudsz fogni bizonyos állatokat, amiket ugye leírtak, tehát nem tudsz minden állatot befogni, csak amik ugye fel voltak tüntetve a frissítésnél. Viszont ez nagyon fontos, hogy a játékosok nagyon sokszor, illetve köztük én is tapasztaltunk bugokat. Befogod az állatot ugye a tűvel, ugye ezt itt a Crandallbe, a Mementix részen belül itt tudod kitanulni a logisztik részen az Animal Capture, illetve az Animal Taming. Ezzel egy probléma nincs, kitanulod, oké. De miután te elkapod az állatot, ugye le kell sebezni, fél HP-re el kell kapni, haza kell vinni, stb. Ez eddig oké, ez eddig működött. Na viszont az a része, hogy te az állatot lerakod az épület vagy a telkeden belül, na itt jöttek a negatív dolgok, tehát a turretek ugye vadállatnak érzékelik, ergo lelövik. Ha deviánsokat hívsz le, megölik az állatot, mert ellenségnek, ugye ellenségnek érzékelik, mivel ez az állat még nincs megszelidítve, tehát egy vadállatról beszélünk. Így a tureteket ki kell kapcsolnod a területeden, vagy pedig vigyelni kell arra, hogy hova teszed le, illetve a deviánsokat, hogyha lehívod és autóatakra teszed, akkor megölik. Illetve ami számomra egy hatalmas negatívum az, hogy a játékosok, tehát nem csak a klántagok, nem csak a barátaid, vagy akik hozzá vannak adva az épületedhez, ugyanúgy le tudják lőni. Ergo bejönnek az épületedbe, mondjuk ott a farkas is lelövik, vagy bemennek a házadba és lelövik az állatot, ami számomra egy hihetetlenül negatív dolog, hiszen most gondoljatok bele abba, hogy ti befogtak egy csomó állatot, építetek nekik házat, ajtóval, mondjuk ablakkal, és bejön valaki és agyonlövi. És itt most nem arról van szó, hogy jaj, ez amúgy nem történik meg gyakran, itt arról van szó, hogy ezt miért így oldották meg. Tehát mibe tartott volna nekik az, hogy onnantól kezdve, hogy te elkaptad az állatot, bealtattad, leraktad a területedre, onnantól kezdve sem a deviánsaid, sem pedig a tureteid nem érzékelik ellenségnek, illetőlegesen a játékosok sem tudják lelőni. Velem nagyon sokszor megtörtént már az, hogy lelőtték a turetek,
Illetve az is egy eléggé gyakori bug, hogy például az állat, tehát ez a vad állat, mert ennek vannak szintjei, de ezt meg is mutatom nektek, és oda megyünk szépen a farkasra, és megmutatom nektek, meg lehet nézni, hogyha oda mentek, és megnyomjátok az F betűt, hogy ez a témelés hány százalékon tart. Látjátok, nekem ugye 100%-os, de amikor ugye elkaptak egy állatot, értelemszerűen ez 0%-os lesz. Vagy például itt van a krokodil, ugye őt nemrég fogtam be, jó 60%-os. Na most, amikor 0-tól 20%-ig tart, tehát a piros résznél tart a fejlődésben, szelídítésben, akkor a játékosok meg tudják ölni. Ergo bárki bejön a területedre, agyonlövi. Vagy lelövik a turetek, vagy hogyha lépsz egy deviánst, megöli. És ez egy nagyon nagy probléma, hogy ha te befogsz állatokat, és nem figyelsz rájuk, nem tartod szemmel őket, akkor bizony bárki meg tudja ölni őket, és tényleg elég egy icipici hiba, nem figyelsz oda, és mire hazajössz, vagy valami, addigra az állat már halott lesz. Illetve akkor térjünk is át arra a részre, amikor például az állatok, nem a játékosok, az állatok teleportálgatnak a territoridon. Amikor ez az állat jelenleg ugye vagy, ez azt jelenti, hogy megtámad téged. Tehát, hogyha te a közelébe mész, megtámad. Ilyenkor értelemszerűen én például építettem nekik egy ilyen kis házat, és leraktam ide az egyiket, a másikat pedig ide fent, ez ugye el volt kerítve. Most már azóta nem, de egyébként nem mutattam, hogy hogyan értem. Tehát nekem így voltak lerakva az állataim, ugye ezt nem tudtam sajnos ilyen helyen tárolni őket, mert a turetek lelőtték, nagyon sokszor jöttek játékosok, lelőtték őket, teszteltük lántagokkal is, és folyamat meghaltak az állatok. Na ebből következik, hogy én építettem nekik egy épületet, először ugyanúgy egy egyszer egyest, tehát ugyanúgy egy ilyen egyszer egyes, hát ilyen egy kockás, egyszer egyeset konkrétan, ja. Tehát építettem egy ilyen kis kockát, csak nem kerítéssel, hanem rendes, ilyen ház falakkal, rajta egy ajtóval, hogy be tudjak azért menni hozzájuk. Illetve beraktam például ide is melléjük egy másik állatot, ugye el voltak választva falakkal, és képzeljétek el, hogy az állatok át tudnak a falakon keresztül így ütni, harapni, támadni. Tehát például itt volt egy farkas, akkor oda mentek a falhoz, és falon keresztül megölték egymást, illetve játékosok szintúgy mondjuk így fogták a falat, átlógott a farkasnak a feje, vagy valamik a farka, vagy valami, le tudták szintúgy lőni, és ebből is voltak nagyon sok problémáim, hogy most én ezt akkor hogyan oldjam meg, hát ha most falat építek, az se jó, ha lerakom így, az se jó. Ebből következett az, hogy építettem egy ilyen nagy épületet, mint ami itt is látható, ide azt csináltam, hogy körben raktam így kockákkal, ugye ez egy 3x3-as épület, és ide raktam be középre az állatot. Így már viszont nem tudták lelőni falon keresztül az állatokat, vagy az állatokat ilyen, illetve nem tudták a turetek sem lelőni, mert hát nem volt fal közelében, hogy átlógjon vagy bármi ilyesmi. Ekkor jött az, hogy ide felülre és ide középre leraktam szintúgy egy etetőt, és leraktam ide az állatot. És számomra hatalmas meglepetésként ért, amikor külön voltak ugye két emelet, tehát egyik állat az itt lent volt, másik állat itt fenn volt. Egyben jövök haza, meg minden. Ugye direkt nem raktam ajtót sem, még hogy véletlen se tudjanak ide bejönni játékosok, így volt lerakva. Lebontottam, bejöttem és annyit láttam a streambe, hogy innen felülről az állat leteleportált ide, és a farkas pedig kinyírta. És álltam értetlenül, hogy mi a franc történik. Fentről lebágol az állat, tehát már az se jó, hogyha így csinálom meg, mert az állatok kedvük szerint teleportálgatnak a területemen. Tehát simán lehet, hogy én hazajövök, és mondjuk már nincs is bent az épületben az állat, hanem itt séták innen, mert ide kiteleportált, és lelövi a türet. Ebből következett az, hogyha te a területedről kimentél, tehát elhagytad a territoridat bizonyos messziségekbe elmentél, tehát mondjuk én elfutottam addig a fáig, és visszajöttem, az állat teljesen máshova teleportált. Tehát tele volt bugokkal az 1.1-es patch, és ami a legszomorúbb az egészben, hogy ezt közel két napig nem javították ki, és miután kijavították, erről nem raktak ki semmiféle frissítést. Se Discordra, se streamre, vagy se Steamre, se a weboldalukra, semmi ilyen posztot nem raktak ki sehol, hogy srácok, lányok, látjuk, hogy bugos a dolog, dolgozzunk rajta, hamarosan kész van, vagy srácok, lányok, befejeztük, és most már nem lesz bugos, kijavítottuk ezeket a hibákat, hanem egyszerűen jött egy patch, tehát amikor újra beléptél a játékba, jött egy frissítés rá egy-két nappal, és kijavították ezeket a dolgokat, viszont ugye nagyon sok játékos, köztük én is, nem vettük ezt észre. Oké, jött egy frissítés, de hogy ez a frissítés mit tartalmazott, miket javítottak benne, jött beújítás, ezt nem jelezték sehol, nem írták sehol, hogy kijavították az állatodnak a teleportálását, nem jelezték azt sem, hogy a turetek vagy a játékosok le tudják lőni továbbra is az állatokat. Tehát igazából feljöttem és annyit vettem észre, hogy most már az állatok szerencsére nem teleportálgatnak, tehát ott maradnak, ahova lerakod, illetőlegesen ennyit vettem észre.
Tehát az állatokat, hogyha te most már mondjuk ide fentre lerakod, és alá leraksz egy másik állatot, akkor nem fog össze-vissza teleportálgatni meg ilyesmi, illetve hogyha kimész a territoridról, akkor az állat szintúgy nem fog teleportálgatni. Továbbá a turetek, illetve a játékosok sajnos továbbra is le tudják lőni az állatot, még ilyen vad állapotában van, de szerencsére, hogyha építetek egy ilyen 3x3-as területet, akkor ugye innen már nem fogják tudni lelőni az állatot, és most hát tudtok több állatot is tárolni külön emeleteken, mert ha egy szinten vannak, akkor sajnálatos mondom, hogyha mondjuk itt el van kerítve, és itt van a másik állat is el van kerítve, akkor kerítésen keresztül továbbra is megölik egymást, illetve hogyha egy egyszer egyes területen tároljátok, akkor pedig a turret lelövi. Nagyon fontos, itt vad állapotról beszélünk, ezek az állatok, amik itt vannak nekem, már meg vannak szelidítve, ezért nem is támadja őket sem a turret, illetve nem tudják lelőni őket a játékosok, ugyanis hogyha már átlépnek, tehát hogyha már átlépnek a kettes fázisban, a fázisba, a 20-50%-os fázisba, onnantól kezdve a játékosok nem tudják lelőni, sem pedig a turret, sem pedig a demiensok nem tudják megölni az állataidat. Viszont kezdetben továbbra is csak az az egy opció van, hogy neked így kell eltárolni az állatot, mert falon keresztül megölik egymást, a falon keresztül a krokodil, a farkas, meg a többi állat, így, ahogy így mászkál a falnál, átlóg a farka, átlóg a karja, a feje, és az állatokat le tudják lőni falon keresztül, a turet is le tudja lőni, és ez egy eléggé szomorú dolog, hogy ezt továbbra sem javították. Akkor tegyünk is át a következő bugra, ami szintúgy kijött a patch 1.1-es frissítéssel, ami nem volt más, mint hogyha rámentél a fegyvereidre, akkor lenullázta a csillagokat, illetve lenullázta a calibration szintet. Hogy ezt hogy értem, mint értem, ez azt jelenti, ha rámentem mondjuk a sisakomra, azt mutatta, hogy egy csillagos, tehát hogy egy csillagos, illetve azt mutatta, hogy nincs kalibrálva. Ezt megnéztem az összes cuccomnál, és mindenhol ezt mutatta, kivéve a fegyvereknél, azoknál nem volt bugos. A játékosok jogosan megijedtek, hogy úristen, mi az öt csillagos felső mizé lenullázódott, most mi a francot csinálok, most hogyan csinálom meg újra, hát ez most mi? A fegyveremet újra kell kalibrálni, basszus, ez mi? Most elrontották a teljes buildemet, most mehetek újra farmolni, mehetek újra csinálni mindent, de mint kiderült, egyébként ez csak egy látszólagos bug volt, de viszont azt is fontos kiemelni, hogy a fejlesztők ezzel kapcsolatban sem közöltek semmit. Ez azt jelenti, hogy nem rakták, hogy já, srácok, lányok, igen, látjuk, hogy baj van a cuccaitokkal, igen, látjuk, hogy baj van a csillagozások, a kalibrálásokkal, dolgozunk rajta, hamarosan kirakunk egy frissítést, vagy miután bejött a frissítés, nem raktak ki semmilyen posztot azzal kapcsolatban, hogy kijavították volna, hogy tényleg javítva lehet, már nem kell aggódni, nincs ezzel semmi probléma, hanem egyszerűen szintúgy jött rá egy-két napra egy frissítés, ami így a háttérben így megtörtént, hogy ki lehet javítva, tehát nagyon sok játékos például, aki ezt meglátta, és mondjuk kilépett, vagy letörölte a játékot, hogy mi bazeg, felfejlesztettem 5 csillagosra a fegyveremet, erre eltűnt az 5 csillagát játszom, ezzel a halál kilépett, majd figyelgette a frissítéseket, hogy mikor javítják, a mai napig azt láthatja, hogy ezzel kapcsolatban nem érkezett semmilyen poszt, semmilyen hírközlés, semmi, tehát ha csak be nem lép a játékba, és meg nem nézi a cuccait, akkor láthatja, hogy igenis ki lett javítva a dolog, tehát ez elég szomorú, hogy a játékfejlesztők ilyen komoly hibák, bugok ellenére sem közölnek, raknak ki posztokat. Ki lett javítva ez is? Az állatos ki lett javítva részben. Oké. Ezzel kapcsolatban szintúgy nem közöltek semmit, ami nekem nagyon bántja a csőrömet. Térjünk át akkor a következő dologra, ami nem más, mint bejött ugye ez az új, hát lábanyítós dolog, ahol te kinyithatod ugye ezt az úgynevezett skint, ezt a skull setet, ugye ez egy teljes kosztüm, illetőlegesen kinyithatod hozzá a motort, és kinyithatod hozzá a fegyvert, illetve a baltát. Na most ugye a fejlesztők mit közöltek? Hogy te 30 ládából szerezhetsz egy legendarit. Na most én ide a videóba ki fogom írni nektek, hogy ez a 30 láda, ez mennyi pénzbe kerül. Ez a 30 láda mennyi pénzbe kerül, abból te kaphatsz egy legendarit. Mi számít legendarinak? Ezt kipeljük. Legendarinak számít az AK, maga a skin, a motor, illetőlegesen ez a dísz, amit ki tudsz rakni a házadba valahova, illetve a balta. Ha jól emlékszem, nem akarok butaságot mondani, majd itt a streamben láthatjátok, hogy ez a 30 láda, ez gyakorlatilag mennyi pénzbe kerül. És te abból a pénzből, ezen öt dolog közül garantáltan kapsz egyet. Az, hogy mit, az teljesen random.
Tehát lehet, hogy te kinyitod abból a sok pénzből, amit itt streambe kiírt, vagy nem streambe, bocsánat, amit itt videóba kiírtam nektek, abból a sok pénzből, te lehet megkapod ezt a fegyverbaltát, vagy ezt a balta skint. Majd, hogyha feltöltöd még egyszer ezt a nagy mennyiségű pénzt, lehet, hogy megkapod a díszt. De, és ami a legdurvább, kapaszkodjatok meg, kaphatsz duplikált itemet. Tehát, te lehet, hogy feltöltöd mondjuk 3-4 ezt a pénzmennyiséget, amit itt kiírtam, ami azért itt már nem kevés pénz, tehát lehet, hogy megkapod újra ugyanezt a baltát, lehet, hogy újra megkapod mondjuk ugyanezt a díszt, lehet, hogy mondjuk megkapod kétszer az AK-t, lehet, hogy kétszer megkapod mondjuk a motort. De ne aggódjatok, mert ha kétszer kinyitjátok, a fejlesztők elmondták, ha valamit duplikálva megkaptok, mint ugye láthatjátok, én ugye ezeket nyitottam ki, tehát én nem voltam valami szerencsés, ha ezeket kinyitjátok, akkor, ha duplikált itemet nyitok, megkapjátok a tokenbe. Én feltöltöttem 10 eurót. 10 eurót, és egyébként kinyitottam ezt a ládát is, csak ezt valamiért úgy érzek le most a játék, hogy nem nyitottam ki. Mindegy, egyébként streamben ez látszolott, tehát én megmutattam nektek szóval, hogy én ezt a ládát kinyitottam, ki is írta a játék, hogy megkaptam, de nem tudtam lerakni, tehát én már ezzel kapcsolatban gondoltam is, hogy írok a fejlesztőknek, de mondom, most ez a ládaszkin, ez annyit nem, azt nem szoroz, de most meg már úgy tűnik, hogy teljesen úgy kezel a játék, hogy nincs meg. De nem baj, streamben ott van a bizonyíték, hogy kinyitottam, tehát kinyitottam valamit, amit most már a játék úgy kezel, hogy nem nyitottam ki, gyönyörű. Na mindegy, most akkor ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy én kinyitottam 10 eurónyi értéket, és ezen dolgok közül, amiket itt láthattok, nyitottam többször is. Tehát tőle ezt a gorillát, ezt tudom, hogy többször kinyitottam, ha jól tudom, ezt is kinyitottam többször. Tehát 10 euró értékben én nem nyitottam semmi jót. Nem is kell, hogy jót nyissak, mert 10 euróban nagyon kicsi az esélye, hogy jót nyitok. De az, hogy én nagyon sok duplikált itemet kaptam, és kaptam érte 6 darab ilyen kreditet, amiből én konkrétan mit tudok venni? Tudok venni egy ilyet, egy ilyet, és egy ilyet. És azt tegyük hozzá, hogy ez azóta javítva lett. Tehát most, hogy ezek itt bejöttek, azelőtt semmit nem tudtam menni abból a 6 kreditből. Az ég adt egy világon semmit. Vagyis én feltöltöttem 6 eurót, hogy ezeket kinyissam, mert tudtam, hogy szerencsém múlik, elnézem, de hogy abból a 6 kreditből, amit én még kaptam duplikált itemek után, semmit nem tudtam nyitni, az vicc kategória. Szerencsére az volt, hogy jött egy frissítés, és ki tudunk nyitni pár dolgot, nem azt mondom, hogy értékesek, de nem is nyitottam nagy összegbe, ahhoz képest szerintem most már legalább ezt a kevés kreditet is el tudjuk használni. Viszont számomra az valami nevetséges is, tényleg pofátlanság, gyerekek, az, hogy kinyitok brutális mennyiségű pénzekbe valamit, megkapjátok duplikálva azt a tárgyat, és alig kaptok érte kreditet. Tehát például Shadow közel 30 ezer forint értékben nyitott. 30 ezer forint értékben nyitott, azt hiszem 30 ládát. Megkapta a legendari baltát. Tehát megkapta ezt a baltát, és a kreditjei, mert ő is nyitott egy csomó dolgot duplikálva, a kreditjeiből ő sem tudott venni semmit. Mint mondtam, azóta jött ezzel kapcsolatban a frissítés, és most már azért lehet pár dolgot venni 15-30 kreditért is, de akkoriban még nem lehetett semmit venni. Tehát kiadtak úgy egy gambling, egy ládanyitós rendszert, amiben iszonyat mennyiségű pénzt fektetsz, hogyha valamit te duplikálva nyitsz ki, abból kb. Semmit nem tudtál venni, úgyhogy a fejlesztők direkt kijelentették, hogy ne aggódjatok, ha valamit duplikálva nyitok, kaptok tokent, és abból tudtok újabb dolgokat szerezni, vagy akár nyitni. És így, wow. Illetve ahhoz, hogy ti kapjatok ilyen Lightforge ingotot, amiből újra tudtok nyitni ládát, ahhoz neked 8 darab ilyen kredit kell, nekem most ugye van 6. Tehát 10 euró értékben, hogyha nyitsz valamit, garantáltan nem fogsz tudni semmi. Vagyis, tehát garantáltan nem fogsz tudni újabb ládát nyitni, vagy pedig nagyon-nagyon kicsi lesz rá az esélyed. Illetőlegesen semmi érdemlegeset nem fogsz tudni venni, kivéve, ha nem vagy szerencsés, és mondjuk nyitod ki abból a 10 láda nyitásból mondjuk ezt a karaktert. De akkor térjünk is hát a másik dologra. 80 darab ilyen kreditbe kerül egy láda nyitásra, ami egész konkrétan azt jelenti, hogy te 1 euróból nem fogod tudni kinyitni. Tehát minimum 2 euró értékben neked fel kell tölteni, hogy kinyiss egy ládát. De, és itt jön az a hatalmas nagy de, csak az első 10 ládát nyithatod ki 80 darab kreditért. Értitek? Tehát az első 10 darab láda után te
Neked ugrik a kedvezményed. Ami azóta, ahogy láttam, szintúgy javítottak, mert én már elnyitottam egyébként, ha jól emlékszem, kétszer töltöttem fel 5 eurót. Most, hogy pontosan mennyi ládát nyitottam abból, azt nem tudom. Tehát lehet, hogy nem nyitottam még ki a 10 ládát, és még azért tart a kedvezmény. De a lényeg az, hogy neked 10 láda nyitása után, most azóta, hogy jött-e frissítés ezzel kapcsolatban, nem tudom, mert mi mondom, nem közölnek semmit a fejlesztők. Tehát hol már ír a gőzöm, nincs, hogy ezt azóta javították-e vagy nem. De a lényeg egyrészt az, hogy ezt egyébként vele meg nem éri meg nyitni, mert most gondolj bele, hogy te feltöltesz mondjuk 100 000 forintot, és megkapod duplikálva az AK-t, megkapod duplikálva a boltát, megkapod duplikálva mondjuk ezt, megkapod duplikálva a motort, és lehet, hogy érted, több 100 000 forintot feltöltesz, és továbbra sem nyitottad ki ezt az 5 legendary skint, amit szeretnél, mert 30 láda után, ami nem kevés pénz, garantál egy skint. De hogy te abból nem kaphatod meg ugyanazt, azt nem garantálja a játék, és itt jön az a probléma, hogy lehet, hogy te mondjuk 150, 100 ezer forint, 80 ezer forint, 90 ezer forint alatt te nem fogod tudni kinyitni ezt a teljes szettet. Nekem van olyan nézőm a Discord szerveren, illetve többen is nyitottak már ládát. Mindenki azt mondja, hogy ha 10 eurót, tehát az első 10 nyitással próbálkozol, ők semmit nem kaptak. Tehát, hogy tényleg semmi érdemlegeset nem kaptak, semmi legendarit meg ilyesmit nem nyitottak, amire amúgy azért lehet számolni, hiszen valószínűleg ez direktívan megcsinálva. De most ne ebben menjünk bele, hanem abban, hogy voltak olyanok, akik például azt hiszem 220 dolcsiból már kinyitották a teljes skint. Na most 220 dolcs, ez olyan 80-90 ezer forint körül van, satsz per kb, most ezt egy fejből mondom, de majd kérem ide nektek a videóba, és akkor látni fogjátok. Na most 80-90 ezer forintért te kapsz egy ilyen skint, megkapod ezt, megkapod a motort. Mert ezek amúgy use leszek. Tehát most 80-90 ezer forintba én ezeket így nem számolom bele. Ez amúgy még jól néz ki, ez is jól néz ki, de a többi 89 ezer forintért ne haragudjatok meg kb. Arra, hogy így kirobod a kukába. És erről beszéltem streambe, gyerekek, amivel egyébként sokan egyet is értettetek, de voltak olyanok, akik nem. És elmondom, hogy őnekik mi volt a véleményük, ugye ők azt mondták, hogy nem kötelező megvenned. Tehát most nincs értelme ezen kiakadni, meg ezen mérgelődni, meg stb., mert nem kötelező megvenni, nem veszed meg, nem bukod el a pénzt. Itt nem ezzel van a probléma, ebben amúgy részben igazat adok nektek, hiszen tényleg nem kötelező megvenni, de nem mindegy, hogy én bemegyek a shopba. Itt van mondjuk ez a skin. Én ezt meg tudom venni 1200, ami azt jelenti, hogy 17 euróból meg tudom venni. 17 euróból én ezt a skint megveszem, de én tudom, hogy 17 euróért ezt garantáltan megkapom. Feltöltök 17 eurót, megkapom. Viszont nem mindegy, hogy én feltöltök 10 eurót, és lehet, hogy megkapom mondjuk ezt a sapkát, vagy feltöltök 17 eurót, és tudom, hogy megkapom ezt, tudom, hogy megkapom mondjuk ezt. Mert ezeket külön nem tudod megvenni. Direkt úgy van megcsinálva, hogy ezeket külön nem lehet megvenni. Tehát te, Shotspell kb. Feltöltesz 10 eurót, lehet, hogy megkapsz valamit. Feltöltesz 20 eurót, lehet, hogy megkapsz, és itt kezdődik a probléma. Hogy ez egy szerencsejátékon alapuló nyitás. Ami egyrészt függőséget okoz, mert én is úgy kezdtem el, hogy jó, kinyitok 5 euróba, utána kinyitok 10 euróba, és ott hagytam abba, mert olyan mértéktelen szar dolgokat kaptam, hogy így mondom, 10 eurót kisorsolhattam volna a nézők között mondjuk streambe, és akkor sokkal jobban járnak. De most a lényeg az, hogy aki egyébként szeretne ilyesmit nyitni, én nem ajánlom. Nem ajánlom, eszméletlen sok pénzt kell feltölteni, ha szerencséd van, megszerzed, ha nincs, akkor lehet, hogy te még 50-60-70 ezer forint után is tölthetsz fel még pénzt, hogy kinyisd. Úgyhogy én ezt nem ajánlom senkinek, szerintem ez mérhetetlenül egy rossz dolog a játékok kapcsolatban, hogy így próbálnak meg pénzt szerezni, ahelyett, hogy beraknálak tényleg motorskineket, fegyverskineket, karakterskineket, engem nem zavar, hogy drágák a skinek, én gondolkodom azon is, hogy például ezt a skint megveszem. Vettem már skint, nézők is vettek már nekem skint, úgyhogy engem nem zavar az, hogyha egy skin drága, mert ingyenes a játék, legyen drága a játék, vegyék meg az emberek, hogyha szeretnék támogatni a fejlesztőket, illetőlegesen szeretnének skint. De az, hogy te több 100 000 forintot elköltesz egy ládára, és akkor sem biztos, hogy megkapod azt a skint, amit szeretnél, hát ne vicceljünk már, gyerekek, ne szórakozzatok. Tehát nem ebből kell pénzt csinálni, és ez egy baromira rossz dolog, hogyha a fejlesztők azt hiszik,
hogy ebből kell pénzt csinálniuk, és ez egy jó dolog. Tehát, hogy ez egyszerűen vicc kategória, srácok, lányok, és arról nem is beszéljünk, hogy amikor kijött az 1.1-es patch, tehát az állatos bug, a fegyverédnél ugye a csillagos, illetve a kalibráció bug, akkor, ugye nem raktak ki semmilyen posztot ezzel kapcsolatban, akkor már rakták ki a posztokat, hogy srácok, lányok, jön a ládanyitás, már csak egy nap van hátra, másnap berakták, akkor is kirakták a posztokat Twitterre, Steamre, kirakták ugye Discordra is, hogy itt a ládanyítás, srácok, lányok, leírták, hogy hogy működik. Tehát arra nem volt eszük, hogy kirakják, hogy srácok, dolgozunk a bugokon, srácok, javítottuk a bugokat, de arra volt eszük, hogy a gamblinget, a ládanyítást, ami full szerencs alapon működik, azt szétposztolják mindenhol, bejelentsék mindenhol, hiszen ebből eszméletlen sok pénzük van. Úgyhogy ez egy baromira sajnálatos dolog, és én hatalmasat csalódtam a játékba ezen a téren, és én tényleg nem akarom lehúzni a játékot, én tényleg napi szinten játszok vele, de amikor én ezeket a bugokat tapasztaltam, én amikor megláttam ezt a ládanyítást, én két streamen keresztül biztosan csak a bugokat tapasztaltam, a ládanyítást kipróbáltam, tehát nem üres szavak, én tényleg kinyitottam a ládát, hogy el tudjam mondani róla a véleményemet, én tisztában voltam azzal, hogy nagyon kicsi az esély annak, hogy én bármi jót nyitok, mert ilyen is volt, hogy mit vártál 10 euróban, majd kijutod a legendát, itt senki nem mondott ilyet, ott volt élőadásban, 30-40-en néztétek, mindenki láthatta, erről szó se volt, feltöltöttem a pénzt direkt azért, hogy kipróbáljam, lássátok, hogy hogy működik. Ott meg tudtuk tapasztalni, kiszámoltuk azt is, hogy kb. Mennyi ládából van lehetőséget, ha szerencséd van kinyitni a teljes szettet, stb. Úgyhogy az ilyen embereket nem értem. Itt nem azon van a hangsúly, hogy nem kötelező megvenni, meg feltölteni a pénzt, hanem hogy a fejlesztők hogy állnak a játékosokhoz. Hogy figyelj, töltsél fel, mit tudom én, 9-10 ezer forintot és kapsz ezt kint. Vagy töltsél fel 9-10 ezer forintot, és akkor talán adok neked valamit, de töltsél fel még annyit, még egyszer, és akkor talán megkapod. Tehát ez a játékosokra néz, ez kb. Hogy azt mondja neked a fejlesztő, hogy szia pénztárca, szeretnél ládát nyitni? Vagy figyelj, itt van egy skin, 10 000 forintért, sokat játszol a játékkal, ha tetszik, vedd már meg, ha nem, akkor ne vedd meg, érted? Én elhiszem, hogy ebből nekik több pénzük jön, én elhiszem, hogy ők ebből most meggazdagodnak kb. De ez nem korrekt a játékosokra nézve. Itt van egy játék, ami nem pay to win, sokan játszanak vele, sok frissítés érkezik hozzá, és nézd meg, elhanyagolták a frissítéseket, és berakták helyette ezt a ládanyítást. Egyszerűen vicc kategória, és ez baromira sajnálatos dolog, srácok, lányok. Ez baromira sajnálatos dolog, arról meg ne is beszéljünk, hogy nézzétek, mennyi dolog van a ládában. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tehát 30 ládából kapsz garantáltan egy legendarit. Ergo, ha te nem nyitsz ki 30 ládát, 21 dologból, tehát ebből itt, 21 dologból kell kinyitnod, amit szeretnél. Nem valami sok esélyed van. És akkor térjünk át, srácok, lányok, az autós eventre, ugye, bekerült a Wilderness Express, mint olyan, és mint kiderült, ez is bágos volt, van egy bug, amit hogyha kihasználsz, eszméletlen sok pontot tudsz szerezni. Most nem akarok belemenni, hogy kik használták ki a bugot, meg kik írogatták a cseten a bugos dolgokat. A lényeg az, hogy nagyon sokan kihasználták a bugokat, nem csak ezen a szerveren, hanem más-más szervereken is. És a fejlesztők kijelentették, ugye, hogy bug kihasználásért igenis a játékosok kapnak büntetéseket. És ugye elindult egyfajta, nem is tudom, hogy fogalmazzam, tehát a játékosok, illetve a Discordon az emberek kiakadtak, hogy a fejlesztők beraktak egy frissítést, ami tele volt bugokkal. Beraktak egy ismételten egy új eventet, játékmódot, ami szintúgy tele volt bugokkal, és a játékosokat büntetik azért, mert ezt a bugot kihasználják, le kellett volna tesztelniük a játékot, még mielőtt mondjuk beteszik a frissítést, és akkor talán nem lett volna bugos, nem használják ki ennyire a bugot. Jó. Ebben én részben egyetértek, tehát én úgy gondolom, attól függetlenül, hogy van bug a játékban, neked nem kell kihasználni, de avval is egyet tudok érteni, hogy igenis tesztelni kellett volna a frissítést, mielőtt kiteszik. Hiszen nagyon behypolták ezt a frissítést, hogy jaj, új horgászrendszer, jaj, állatszelidítés, jaj, új eventek, jaj, kettő új event is, és akkor új, de nagyon király új skinek, új láda nyitás,
Igen, ám csak ennek a patch 1.1, ennek a frissítésnek kb. 70%-a bugos volt. Tehát a horgászat tény is való működik, kipróbáltam streamben, működött, tényleg jól működik. Az akváriumok bugosak mai napig, tehát nem tudsz belerakni halakat, nem tudsz kivenni halakat, nem tudsz kb. Semmit interaktálni az akváriummal, bugos. Az autós eventen van egy bug, amit ha kihasználsz, eszméletlen sok pontot szerzel. Vagy ott van még a The Asian van, tudjátok, az a nagy űrhajó, amit szintúgy kipróbáltam streambe, és mint kiderült, full bugos, tehát hogyha mondjuk nem iszol meg valamilyen potit, akkor nem tudsz felmenni a hajóra, ugyanis azok a cuccok, amiben neked bele kell ugranod, hogy feldobjon így a levegőbe az űrhajóhoz, azok konkrétan így a levegőbe repülnek, tehát így odamész és így felnézel rá, hogy oda most mégis hogy ugrasz fel. Úgyhogy ha csak nem viszel magaddal magasugró potit, mint mondjuk Minecraftba, akkor az életben nem fogsz feljutni ahhoz az eventhez. Arról ne is beszéljünk, hogy az eventhez fel kell menni neked a hegyre, tehát ismétlen fel kell menned a hegyre, ami legalább egy 2-3 percet igénybe vesz, utána fel kell jutnod a hajóra poti nélkül lehetetlen, tehát nagy ezen feljutsz a hajóra mondjuk, elindul az event, ami sokáig tart, tehát egy ilyen 4-5 perces event az biztos, hogy van, de legyen 3-4 perces az event, de kb. Semmit nem kapsz érte, tehát kontrollert nem ad az event. Tehát van egy event, ahol konkrétan 2-3 perc feljutni, mondjuk legyen egy perc, mire feljutsz a hajóra, de akkor azt mondjuk ne számoljuk, ne legyen egy perc, azt nem számoljuk bele, és mondjuk legyen még 4 perc maga az, hogy te mondjuk ott az eventen részt veszel. Na már ott tartunk, hogy 7 perces az event. 7 perces az event, és miután megcsináltad, nem kapsz kontrollert. Tehát te minek töltenél el azzal időt, hogy felmenj a hegyre, felmenj a hajóra, majd told végig a 4-5 perces eventet, hogyha nem kapsz érte érdemben jobb rewardot. Vannak sokkal könnyebb eventek jelenleg a játékból, csak mész és lősz és kapsz kontrollert és rövidebb idő alatt végzel, és izgalmasabb is. Nem azt mondom, az autós versenyzős rész, illetve maga ez az űrhajós event jó, nekem tetszik, viszont nem mindegy, hogy mit kapsz érte. Mert most te beraksz egy új eventet, tehát folyamat beraksz újabb eventeket, de érdemben rewardot, jutalmat nem adsz a játékosoknak, akkor a játékosok oké, beraktál valami újat, de hogy amúgy miért csináljuk? Tehát nincs értelme csinálni. Értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát beraktok valamit, aminek amúgy funkciója gyakorlatilag nincs, csak benn van, mint dísz. Az autós event az más, azért te kapsz jutalmakat, tehát azért tényleg tudsz például 500 talkromot kiszedni, tehát ez egy jó dolog, csak ezt is teszteniük kellett volna, még mielőtt beteszik. Tehát nekem a véleményem az, hogy a ládanítás helyett és a ládanítós rendszer helyett ténylegesen tesztelni kellett volna ezt a frissítést, mielőtt beteszik. Ténylegesen foglalkozniuk kellett volna ezzel a frissítéssel, még mielőtt beteszik. Illetőlegesen az is nagyon fontos. Közölnie kellett volna a fejlesztőknek azt, hogyha kiavítanak valamit, hogy dolgoznak a hibákon, mert előlépett egyébként egy olyan hiba is az 1.1-es frissítés után, hogy a játékosok nem tudták elindítani a játékot, nagyon sok embernek crashelt a játék. Azt kijelentették, hogy azon dolgoznak, azt kijelentették, hogy foglalkoznak vele, észrevették a hibát, de a többit viszont nem. Tehát ugye a háttérben, amikor beléptél a játékba, letöltöd egy frissítést, és akkor tapasztald meg, hogy mi van benne. Úgyhogy srácok, lányok, szerintem, hogyha a játék ilyen irányba fog menni, és ezt az irányt követi, akkor a játékosok egyre több bugot fognak tapasztalni, egyre több olyan dolog fog bekerülni a játékból, csak lehúzzák a játékosokat, és nagyon sok pénzt elköltenek a szerencséjükre alapozva. Remélem, hogy a fejlesztők észreveszik azt a negatív visszajelzést, amit ez a frissítés, illetve ládanítás követett. Remélem, helyre rázzák kicsit magukat, észhez térnek, mert a játék tényleg nagyon jó, tényleg foglalkoztak vele, mert az utóbbi időben egyre kevesebb kontent jött, egyre bugosabb kontentek jöttek, és inkább olyan dolgokat raktak be, amivel inkább pénzt tudnak csinálni, mivel nincs baj, mert ingyenes játék, pénzt csinálniuk kell, csak nem mindegy, hogy hogyan, és milyen módon, mert szerintem ez a szerencse alapú dolog, ez morálisan megkérdőjelezhető, nem korrekt a játékosokra nézve, úgyhogy srácok, lányok, én reménykedek benne, hogy a fejlesztők elgondolkodnak ezen, úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett ez a videó, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, de ne felejtsétek el, írjátok le a komment szekcióba a véleményeteket, hogy találkoztatok-e bugokkal, avagy sem, délelőre egyébként tettem ki szavazást, ott többségetek arra szavazott, hogy találkozott bugokkal, majd ezt lehet a videóban is vágom. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, illetve streamben, addig is, sziasztok!